A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményében szeptemberben az elsősök osztályfőnöke Tótné Szűcs Judit tanítónő lesz. A tanítónő édesanyja pályáját is követte, amikor szakmának, hivatásának választotta a legkisebbekkel való foglalkozást. 21 éve van a pályán, 2004 óta Kovácsban. Én nagyon szeretem a gyerekeket, nekem is van saját gyermekem, illetve édesanyám tanítónéni volt, amíg nyugdíjba nem ment, úgyhogy én már kiskoromtól kezdve arra gondoltam, hogy tanítónéni leszek én is. Szerencsére sikeresen elvégeztem az ehhez szükséges iskolákat, és így már 21. éve tanítok. A kisgyerekeket nagyon szeretem, a kisebb korosztályt, és úgy érzem, hogy ők közelebb is állnak hozzám, velük jobban megértem magamat, és jobban el tudunk boldogulni, jobban tudom őket tanítani, közösen együtt dolgozni. Ez egy kicsit nehezebb mindig, mint a második osztály, hiszen új gyermekekkel ismerkedik meg az ember, a beszokatási időszak sem egyszerű, többféle óvodából, többféle társadalmi közegből, helyről, stb. Jönnek a gyerekek, és itt össze kell őket kovácsolni, szokatni, hogy egy osztályközösségé váljanak. Ez nagyon nehéz feladat sokszor, de van, amikor zökkenőmentesen megy. Angol nyelvet is tanít a gyerekeknek. Még nem tudja, kik lesznek az elsősei, hiszen a beiratkozás még nem történt meg, de nagyon várja, hogy áprilisban megismerhesse leendő tanítványait és szüleiket. Szeretnék majd tájékozódni az ügyben mindenféleképpen, még most nem tudok semmit, hiszen nem régen tudtam meg, hogy én leszek a tanítónéni, aminek egyébként örülök is, tehát ennek a hírnek, mert tényleg szeretek tanítani és kisgyerekekkel foglalkozni, de azon leszek, hogy információkat szerezzek róluk, és kapcsolatba kerüljek velük. Óráin szigorú, de következetes, igyekszik játékos módon tanítani, ehhez sok új fejlesztő játék is a rendelkezésére áll. A gyerekek véleményét tudom elmondani, nagyon szeretnek a gyerekek, érzem is rajtuk, látom is rajtuk. Azt mondják, hogy szigorú vagyok, viszont következetes, hogyha jót tesznek, akkor rögtön jutalmazom őket, ha viszont rosszat tesznek, akkor egy pici büntetést is von maga után. A szülőkkel általában jó a kapcsolatom, mindent meg tudok velük beszélni mindenféle fórumon, formában, úgyhogy próbáljuk közösen együtt nevelni a gyerekeket, és ez szerintem nagyon fontos, és ezt a gyerekek tudják és érzik is. Nagyon sok játékos módszert, feladatot alkalmazok a tanóráimon. Rengeteg új játékot kaptunk a pályázattal, és ezeket már most második osztályban is nagyon szeretik a gyerekek. Közösen szeretnek játszani, és arra is nevelem, szokatom őket, hogy ez a közös tevékenység, ez nagyon fontos, és a játék minden gyermek életében. És szerintem, hogyha egy iskolában játékos módon folyik az oktatás, illetve a gyermek nem érzi úgy, hogy most ez neki egy olyan nagyobb kötelesség, nem játszva tanul, akkor sokkal szívesebben fog iskolába járni, úgy gondolom. A kikapcsolódás családjával együtt töltött idő jelenti, a szabad idejében kertészkedik is. Kertesházban lakom, virágaim vannak, és van két kutyám is, őket is nagyon szeretem. Általában a család és a pihenés az kikapcsol és megnyugtat. Otthon anyuka és nem pedagógus, de azért tanul együtt a fiával is, akinek alsóban angolt is tanított.